Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy végre veled is összehozzuk ezt a beszélgetést. Szia Attila, nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy a vendéged lehetek, és üdvözlök minden hallgatót. Sziasztok! Azért nem tudtuk összehozni eddig a beszélgetést, mert neked tegnap volt egy felvételed. Gratulálok ehhez, hogy egy szólót játszottál egy nagy zenekarral. Pontosan mi volt ez a felvétel? Mesélj nekünk! Ez egy elég komplex darab, Richard Strauss-nak egy duett koncertino nevű szóló klarinétra és szóló fagotra és vonós zenekarra és hárfára írt darabja. Hazaköltöztem 20 év után Ausztriából, a Győri Filharmonikus Zenekarban vagyok szóló fagottos, és abban a nagyszerű lehetőségben vehettem részt, hogy most mint szólista kiállhattam a zenekar elé, és ennek a rádió felvétele volt tegnap. Azért ez nem egy kis munka, tehát az elmúlt hetekben készültél erre. Hogy élted meg, mennyire volt nehéz, mennyire volt különleges ez a munka számodra? Nagyon nagy kihívás volt mindenképpen. Ez a darab mind technikailag, mind fizikálisan, mind mentálisan, tehát mindent. Tehát Richard Strauss ez egy, nem egy könnyű zeneszerző sem hallgatónak, sem előadónak, tehát technikai bravúrok voltak benne. Mondom, szó szerint fizikálisan is, és agyba is, minden szempontból ott kellett lenni, úgyhogy nagyon törekednem kellett arra, hogy úgy, mint gyakorlatoznom kellett fagottal gyakorolni, új gyakorlatokat, légzésgyakorlatokat, sportolni kellett, mert olyan hosszú frázisokat kellett, én egy fafúvós hangszeren játszom, a fagotton, ez a legmélyebb fafúvós hangszer. 8 kg-os a kicsike, szóval kell hozzá tüdő, kell hozzá fizikum, úgyhogy a felkészülés része is természetesen mint a pszichés, mint a mentális tisztulásnak a sport is hozzá tartozott, úgyhogy egy héten kétszer mentem kirándulni, nagy sétákra futni, úgyhogy ez mind hozzá tartozott a dologhoz. Ez nagyon jó, hogy kiemelted, és fontos ez, és az eddigi sorozatban szerintem a zenészek között csak egy valakivel beszéltem, aki tudatosan odafigyel erre, hogy a fizikumát szinten tartsa, és ahogy említetted, ez egy nehéz hangszer. Te hogy látod ezt, hogy hogyan kell készülnöd, hogyan kell fitten tartod magad, hogy mondjuk 10-20 év múlva is tudjál zenélni a fagotton? Nagyon jó kérdés, és szerintem is sajnos a zenészek között elég kevesen élik tudatosan az életüket. Szóval egyrészt minden zenész fizikálisan is ki van téve ennek a munkának, másrészt stressz szituációnak is ki vagyunk téve, harmadrészt pedig a hangszeres játéknak a mellék hatása kvázi, hogy az izmaink sokkal jobban meg vannak terhelve, mert ugye stressz hatására az izmok begörcsölnek, összehúzódnak, úgyhogy a masszőrök szokták szeretni idézőjelbe a zenészeket, mert egy ilyen kőhegyet kapnak meg mindig. Szerintem néha a masszázs is, tehát úgy, mint a sportolóknak, hát nekik szinte hetente jár. Nálunk sajnos nem támogatja senki a masszást, de szerintem az is fontos, hogy bizonyos időközönként kicsit rásegítsünk egy-egy masszázsal a lazításra. Ugyanúgy az étkezés, ugyanúgy a sport, mozgás, tehát ez így minden összefüggésben van szerintem. Ezt nem tudom, tudod-e? Én a diplomunkámat a stresszből írtam, igaz, stressz az ápolók körében, de a zenészeknél, meg az egész emberiség életében a stressz, de te zenész vagy, maradjunk nálad, te a stresszt hogyan próbálod minimalizálni, hogyan próbálod kezelni, mert például a tegnapi felvétel is egy elég nagy stresszfaktor lehetett. Így van, jó kérdés. Ez egy érdekes dolog, még előtte, mielőtt megválaszolom a kérdésedet, hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon érdekes összefüggés, hogy sok laikus ember azt gondolja, hogy hát a zenészek csak úgy zenélgetnek, muzsikálnak, a mi örömünkre, nyugtatásunkra, és hogy ez milyen jó lehet. Sokan még meg is kérdezik, hogy és amúgy mivel foglalkozol? Annak ellenére, hogy mi csak zenélgetünk, meg szórakoztatunk, ez egy tényleg nagyon komoly szakma, szinte, hogy versenyszakva, versenylovak vagyunk, és abban a pillanatban, és azon a koncerten, és azon a felvételen kell minimum 100%-ot, de inkább 150-et adni, és igazából ez a része, ami a stresszt kihozza. Nem a közönség, nem a mikrofon, hanem szerintem az ember saját maga állított elvárás, meg a kollégái által elvárt dolgokat. Sokszor nem az ember a közönség miatt, hanem maga a teljesítmény, amit meg szeretne ugrani saját magához képest.
ez okozza a stresszt. Én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy zenész vagyok, vagy nem zenész, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos minden ember számára, hogy a napi gondokat, stressz szituációkat valahol le tudjuk dolgozni. Én szerencsére találtam ennek egy jó módszerét, rendszeresen meditálok, rendszeresen járok kirándulni, de a meditáció, légzéstechnika, visszavonulás, kicsit úgy befelé való nézés az olyan szinten lenyugtatja az embert, és erre van egy technika, hogy meg lehet tanulni, hogy kifejezetten stressz szituációban hogy tudod magad lehűteni, és egy olyan biztos, kősziklaszilárd nyugalmat sugározva teljesíteni, úgyhogy ezt sikerült megtanulnom, többé-kevésbé, de inkább többé sikerül is ezt alkalmazni, és én ezzel így, ezzel a kombinációval elég jól kijövök. És ahogy említetted, te 20 évig Ausztriában éltél, majd hazaköltöztél, és ott építetted a karrieredet. Ezt a lépést miért lépted meg? 20 év az sok idő, tehát igazából 17 éves koromban mentem ki Ausztriába, egyetemi tanulmányok véget. És én úgy is terveztem, hogy én kint is maradok. Én nagyon szerettem Ausztriába. Először Grazban laktam, utána Bécsben. Ott végeztem el a második egyetemet. Dolgoztam is, mint szabadúszó művész. Még majdnem férjhez is mentem, tehát én teljesen rá voltam fókuszálva Bécsre és Ausztriába. És nagyon érdekes, mert Schönbrunni koncert szünetében üldögélek a padon a kollégámmal, az egyik szintén bécsi magyar kollégámmal, és mondja, hogy Ági, Győrbe lesz egy fagott próbajáték, és hogy hát nagyon jó zenekar, és világhírű, és eszméletlen szuper csapat, és hogy menjél már el, hát próbáld már meg. És ez így szöget ütött a fejembe, aznap éjjel írtam is a győrieknek, hogy látom, hogy holnap után lesz a próbajáték, ilyenkor általában hónapokkal előtte illik jelentkezni és készülni rá. Én így másfél nappal előtte éjjel írtam, hogy lehet-e még jelentkezni, és gyakorlatilag aznap kaptam rá egy választ a próbajáték napján, hogy igen, akkor szeretettel várnak, tehát kétszer fél órát készültem arra a próbajátékra. Ezt inkább, mint hátulütője mondom, mert annyira spontán volt, annyira sorsszerűen inkább úgy mondom, mert más esetben az ember fél évet, hónapokat készül 6-8 órán keresztül egy ilyen állásra, és mondjuk jön 50 fagottos és egy nyer. Ott is bizony az van, hogy van 2-3 percet, bemész, 2-3 perc, ha szerencséd van, ha nem, akkor csak fél perc és lekopognak, köszönjük, és már mehettél is, és az a fél perc dönti el a sorsodat. Úgyhogy eljöttem a próbajátékra, előjátszottam, és végül is akkor még nem sikerült, akkor nem vettek föl, akkor más embert választottak, én ugyanúgy éltem tovább életemet, és egy év múlva újra megkerestek, hogy hát, lenne kedve itt dolgozni és itt élni, de akkor haza kell költözni. De szép lassan meg kellett emészteni, végülis ez lett az eredménye, hogy másfél évvel ezelőtt hazaköltöztem. Nagyon jól érzem magam. Féltem, hogy 20 év után hogy lehet visszaszokni, de én nagyon élvezem minden napját. És azt hogy látod, hogy a komoly zene Mekkájából, Ausztriából, Bécsből építed Magyarország karrieredet? Tehát ez az elmúlt másfél évet hogy élted meg? Nagyon jó kérdés. Nem tudom összehasonlítani, mert Ausztriában én szabadúszó művész voltam. Pörögtek a koncertek, pörögtek a projektek. Itt, ez a banda, ez a zenekar, az a zenekar, operaház, Musikverein, koncerthaus, tehát tényleg nagyon-nagyon pörögtek, nívós projektek. Ott mint szabadúszó, mint saját vállalkozó voltam. Itt Magyarországon, Győrbe viszont egy fix csapatnak vagyok a játékosa. Itt sokkal fontosabb a műhely munka, tehát nem az, hogy ez a projekt, itt is pörögnek a dolgok, csak itt egy fix csapat van, és nagyon fontos a nívó, nagyon fontos a műhely munka, és eszméletlen jó érzés az, hogy hétfőtől péntekig egy nyersanyagból egy gyémánt kibontakozik. Szóval Győrbe nagyon jó, pörögnek itt is a dolgok, nagyon nagy kihívások vannak szakmailag, és jól érzem magam. És most még mindig benne vagyunk ebbe a koronahelyzetbe, az elmúlt időszakot, nem nagyon vannak koncertek és társait, te hogy éled meg konkrétan? Jó kérdés, köszönöm a kérdést. Én úgy gondolom, minden zenésznek nehéz mostanában
legyen az ausztriai zenész, vagy magyarországi zenész, vagy szabadúszó zenész, vagy alkalmazott. Az első karanténban kifejezetten nehéz volt mindenkinek, mert akkor se próbák, se koncertek, semmi. Ennek ellenére őszinte leszek, én nagyon élveztem, mert időm volt gyakorolni, ezt megnézni, azt megnézni, meditáltam, sétáltam, ezt csináltam, azt csináltam. Én nagyon hasznosan kihasználtam a dolgot, és rengeteg videófelvételt készítettem fagottozásomról. Most úgy mondom, kvázi így a második hullámba, ugyan nincsenek koncertek, nem nagyon voltak koncertek, meg nem is lesznek, úgy tudom. Hála a Jóistennek itt Magyarországon van egy kiskapu, hogy közönség nélkül rádiófelvételekkel, illetve videófelvételekkel lehetséges koncertezni. Nagyon hiányzik a közönség, de jobb, mint nem csinálni semmit, tehát mostanában egy új kihívás, vagy rádiófelvételeket gyártunk és készítünk a koncertek helyett. Nálunk pörögnek továbbra is, tehát nagyon sok a munka, nagyon sok a kihívás, de én ezt élvezem. Én szeretek dolgozni. Jó ezt hallani, hogy a munkakedv és munka van, és hogy látod a karrieredet, tehát maradsz Magyarországon, vagy lehet egy 5 év múlva Olaszországban leszel, hogy látod magadat? Amikor hazaköltöztem, egy kicsit tartottam attól, hogy én a nagy világjáró, aki állandóan röpködte ide-oda, meg tudok-e maradni egy helyen. Annyit utaztam, és annyi helyen voltam, ami egyrészről nagyon szép, másrészről előnye és hátránya is van mind a kettőnek. Most az a szakasz érkezett el az életembe, hogy eszméletlenül jól érzem magam egy helyen, megtaláltam itt az otthonomat, megtaláltam itt a páromat. Én itt fogok tevékenykedni továbbra is Győrben. Nagyon örülök ezeknek a híreknek, és akkor csak így tovább figyelem a híreket, a fejleményeket veled Győrből, és akkor sok sikert kívánok a karrieredhez, és élvezd akkor az otthonlétet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálam, vigyázz magadra, szia Ági! Még egyet én is szeretnék sok-sok további interjút kívánni, sok szép interjú alanyt, és nagyon jó, amit csinálsz Attila, és hajrá így tovább, és több ilyen kéne a világnak. Sok sikert, és sok erőt, és kitartást továbbra is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és találkozunk remélhetőleg hamarosan. Köszönöm szépen, sziasztok! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!